Szeretettel köszöntöm a Maszón nézőit Sepsi Szentgyörgyről, ahol épp a Szentgyörgy napok zajlanak, és szeretettel köszöntöm Hevesi Krisztát. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszélgetsz velünk. Nagyon köszönöm a meghívást, ez nekem egy fantasztikus élmény volt. Igaz, hogy Magyarországon nagyon sok fesztiválra járok, de még soha nem voltam itt Erdélyben, és nekem ez, hogy a fiatalokhoz is szólhatok, nyilván egy fesztiválon minden korosztály van, nekem ez egy nagyon-nagyon nagy örömforrás. Egy kicsit sötét oldalról fogok indulni, hogy egy olyan országban beszélgetünk, ahol nincs szexuális nevelés, ahol nemrégiben egy egyházon belüli szexuális erőszak következtében nyomán az egyik pap azt nyilatkozta, hogy a lányokat is be kellene zárni, mert szépek. És még sok ilyet sorolhatnék, hogy ezek fényében én remélem, hogy a beszélgetés végére majd kapok egy választ arra vonatkozóan, hogy van-e összefüggés a dolgok között. Ezek fényében kell-e beszélgetni a szexualitásról, kell-e beszélgetni a szexről? Hát nagyon is kell beszélni. Pontosan azért egyébként ebben az a nehéz dolog, hogy ugye az iskolai felvilágosítás sem volt igazából annyira jó, mert nyilván ne várjuk el szegény kémia tanárnőtől, hogy 4 évente kap egy osztályt, és osztályfőnökként évente, vagy tehát 4 évente egyszer hirtelen olyan érzéssel tud a kamaszokhoz szólni, mint mondjuk tényleg egy szakértő. Ugyanígy a szülőknek is borzasztóan nehéz, mivel azt ne felejtsük el, hogy ott van az úgynevezett vérfertőzés tilalma. Ezt most mindjárt megmagyarázom, hogy pontosan azért olyan nagyon nehéz nekünk egyrészt elképzelni azt, mert felnőttek is olyan borzadozva tekintenek arra, hogy a mi szüleink szexeltek. Már pedig biztos, mert különben nem lennénk itt, és hogy ezért igaz az, hogy mind a gyerek, mind a szülő olyan kényelmetlen kedve érzi magát, ha szexről van szó. Mert kaptunk egy ilyen genetikai tiltást, egy ilyen genetikai gátlást, hogy mert hogyha elkezdünk a szexről beszélni, úgymond nehogy kedvet kapjunk hozzá. Tehát ez valójában egy olyan program, én ahhoz szoktam hasonlítani, mint ahogy mondjuk az édes íz preferenciájával születünk, minden csecsemő már az édes ízre nagyon kis boldog arcot vág. A savanyúra összehúzza a szemöldökét, és már arra, tehát, mert nyilván az édes gyümölcsök táplálóak voltak, a savanyú az romlott volt, a keserűt meg kidobjuk, vagy kiköpjük, mert az a mérgező bogyóknak az íze. Tehát, hogy egy ilyen genetikai programmal születünk, ezt azért szerettem volna elmondani, mert hogy nehogy rosszul érezze magát az a szülő, aki meg nehezen, de tudott beszélni a saját gyerekével a szexről. Most nem őt szeretném rossz érzéssel eltölteni, de hogy igen, tehát nehéz, le tudjuk küzdeni, ugye, mert elkezdünk aztán tonikot inni, kávét inni, sört inni, tehát ezek a keserű dolgokat, de azért ne tegyük kötelezővé. Tehát ezért mondom, hogy valójában fontos az, hogy valami olyan fórumon, hogy tudjunk szólni, mert hogy bizony a problémákat könnyebb megelőzni, mint utána helyrehozni. És én azért örülök mindig, amikor a fiatalokhoz szólhatok, mert hogy amikor pont még az első szárnybontogatásuk van, amikor elkezdik a szexuális életüket, és hogy sajnos azt látom, hogy ezeket a kudarcokat, hogy utána nagyon nehezen tudják, nehezen tudnak felülemelkedni rajta, hogy nehezen akár évtizedekig cipelik, úgyhogy fontosnak tartom azt, hogy akkor legalább ilyen forrásokban. Egyébként írtam könyvet is, pont ezért a serdülőknek nagyon megszenvedtem vele ilyen emotikonokkal és minden egyébbel, mert tudjuk jól, hogy internet, hogy egyre kevesebbet olvasnak. Tehát ma egy könyvet írni a serdülőknek az ilyen szempontból szinte kútba dobott kőnek tűnik, de remélem, hogy azért eljut hozzájuk. Apropó szülők, mikor kell elkezdeni és hogyan? Mert ugye azt mondjuk, hogy ami kicsi, addig minek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Amikor meg már kamasz, akkor meg már hogyan beszél róla, meg kikacag. Meg hát azt is nagyon sokszor hallom, de hát ők már mindent tudnak az internetről. Igen, ez valójában egy nagyon gyakori kérdés volt régebben, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ma már idejét múlt, mert hogy ma már nem a szülő dönti el,
hogy mikor világosítja fel a fiatalt, hanem már akár 5-6 éves, 7-8 évesen a kortársak. És sajnos ez most a legnagyobb veszély. Ugye régebben volt a számítógép, amiből egy volt a lakásban, ha arra rátettek egy ilyen 18-as szűrőt, akkor hát apu így járt, ugye, akkor nincsen felnőtt film. Míg ma már a szélessávú internetnek köszönhetően bárhol, bármikor, ahol internet van, ott pornó is van, és hiába van ott a fiataloknak az az elrettentő 18-as karika. Én még nem láttam úgy se fiatalt, se kamaszt, aki azt mondta volna, hogy júj, fúj, ez még nem nekem való, majd pár év múlva ide visszatérek. És most oké, persze én is ezt igyekeztem így humorosan megfogalmazni, sajnos ez egy óriási veszélyforrás, mert hogy sokszor már ilyen 5-6 évesen, és gyakran bizony már óvodákban problémát jelent, hogy példa, 5 éves kisfiúnak 8 éves bátyja mutat, megtalált egy felnőtt filmet, orális szex. És mutatja a kisöcsinek, akinek ez borzasztóan tetszik, hát ez nagyon jó játék. El is határozza, hogy majd ugye bemegy holnap az oviba, és majd a kislányokkal kipróbálják ezt a játékot, mert a gyereknek ez játék, izgalmas játék. És hát a kislányokat nem sikerült rávenni, de a kisfiúkat. Igen, el lehet képzelni azt a döbbenetet, meg riadalmat, amikor az 5 éves kisfiúk az óvodában csoportosan az orális szexet gyakorolták egymáson. Tehát ez a baj, hogy és valahol minden gyerek csoportban már fellelhető, egy olyan gyerek, akivel nem annyit foglalkoznak, aki véletlenül megtalálja. Tehát ma már ez sajnos egy óriási probléma forrás, és sajnos, hogy még egy dermesztőt mondjak, egyre több a testvérek közötti és az unokatestvérek közötti, mert hogy otthon van a film, nézik, játszunk ilyet. Úgyhogy valójában ezért lenne nagyon-nagyon fontos valamit erre. Tehát akár olyan, vannak egyébként olyan szűrőprogramok a telefonra, csak ugye az is nehéz, hogy nem fogja minden gyerek letölteni. De azt hadd tegyem hozzá, hogy még akkor is, ugye, mert a gyerek korlátozva van a mennyiség terén. Tehát itt most a mai filmekkel ugye az életkorral van probléma, és aztán a minőséggel és a mennyiséggel, hogy mennyire ez válik kizárólagossá, preferáltá, és annyira sajnos pont serdülőkorban beég az idegrendszerükbe. A felnőtt filmekben látott egyre extrémebb tartalom, hogy utána majd az lesz a vágyott és a meghatározó, és hogy ezért ez bizony a kapcsolatoknak is a rovására megy, meg a saját szexuális életének. És akkor ezek fényében mégis hogy tudnánk megtanulni beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy ne legyen ez a bennünk ez a kis feszengés, még néha felnőttekként is, ha beszélgetünk, nem csak a gyerekeinkkel, igen, hanem felnőttként igen is, hogy valahogy túllépni, mert azt gondolom, hogy például egy ilyen óvodás esetben igen is nagyon fontos, hogy reagálja le egy óvonéni, hogy reagálja le a szülő, mert hogyha azonnal megverik a gyerekeket persze, például, persze, akkor... Persze. Igen, tehát ezért azt gondolom, most felnőttek esetében, ugye pont emiatt is van az, hogy annyi helyen elhangzik, hogy beszélnünk kell, beszéljünk a szexről, csak az a baj, nem kapunk hozzá iránytűt, hogy hogyan beszéljünk róla. És ezért sokszor, tehát ez pont itt a Sepsiszentgyörgyi előadásomnak is egy részét képezte, hogy sokszor rosszul, tehát hogy bármit mondunk is a másik, mert ez önértékelésünknek egy fontos része, hogy én milyen szerető vagyok, hogy ilyenkor sokszor úgy tekintünk rá, rögtön elkezdjük védekezni, rögtön visszaadjuk a labdát, hogy érdekes, hogy ezt mondod, nekem, tehát eddig minden lány odáig volt, az érintésemtől a bármitől is, pedig volt vagy 120, pont azért, mert annyira a húsunkba vág. Tehát ezért azt szoktam mondani, fontos nagyon szépen becsomagolni. Először is a másikkal közölni, hogy mennyire szeretünk vele lenni, hogy mennyire fontos, hogy imádok veled lenni, ugye, tehát hogy így kezdünk el beszélni, és utána elmondani azt, hogy mit szólnál hozzá, hogyha kipróbálnánk, lehet, hogy tévedek, ezt azért mondom, hogy lehet, hogy tévedek, mert lehet, hogy nem lesz jobb, ahogy csinálja, és akkor ne az legyen, hogy hát én mindent megpróbáltam, ugye, tehát azt, hogy lehet,
és hogy nézzük meg, mert szerintem azzal még esetleg fokozhatjuk az izgalmat. Tehát én körülbelül valahogy így gondolom, nem pedig ez a leülünk izzadságosan, figyelj, nekem nem jó veled a szex. Puff, beszéltünk róla. De innentől kezdve, ugye már is, ugye, tehát a másiknak ez nagyon nehéz erre jól reagálnia. Egyébként azt néztem az előadás alatt, hogy nem csak fiatalok, hanem bizony nagyon sok férfi, és igen, nagyon sok középkorú is ott van. Tehát, hogy neked van ilyen típusú tapasztalatot, uh-huh, hogy az emberek azért érdeklődnek, és a könyveidből is valószínű, hogy abból, hogy hányan olvassák, abból is kiderül, hogy azért van igény erre? Igen, erre két példát rögtön hadd mondjak. Az egyik az, hogy még anno a Kossuth klubban volt egy ilyen, meghirdettek nekem ott egy előadást, és hogy idősek és a szexualitás, és mondom, ne hülyéskedjetek, két ilyen téma, idős is, meg szex is, mondom, itt ember nem lesz. És ehhez képest, igaz, mondjuk 6-kor kezdtünk, és mondjuk 6 előtt 2 perccel vagy 5 perccel még csak úgy lézengtek, olyan teltház lett, hogy be kellett még hozni széket, és körbe is álltak. És tök cukik voltak, kézen fogva jöttek, vagy két barátnő jött. Tehát, hogy igenis van rá igény, és hadd mondjak még egy példát, hogy ugyanígy, ez is ilyen nemzetközi kutatások, hogy azt gondoljuk, hogy a felvilágosítás, mondjuk a biztonságos szex, hogy ugye csak az iskolákba kell menni. Uh-huh. Kimutatottan az idősek otthonában is nagyon magas a szexuális úton terjedő betegségek aránya. Ugye idő már volt rá, hogy összeszedjük, és amikor bekerülnek egy ilyen csoportba, hirtelen ugye megint azt érzik, hogy ismerkednek, úgyhogy igen. És a másik pedig az, hogy valahol azért a szexualitás végigkíséri életünket. Tehát az, hogy nyilván a vele kapcsolatos kérdések, problémák is, akár már gyerekkorunk, hogy mi az a nagy különbség, ugye, ami a bugyinkban van, és ami korlátozza, hogy mondjuk a fiúk nem hordhatnak hajcsatot, meg szoknyát, de a lányok pedig mondjuk. Tehát, hogy már eleve itt. Utána ugye a serdülőkor. Hát az, ahogy Popper Péter szellemesen fogalmazta, akkor mindig valami vagy túl kicsi, vagy túl nagy, és annyira nem tudjuk, hogy mit is kell csinálnunk. Utána aztán fiatal felnőttként, hogy mi van akkor, hogyha nem annyira jó a szex együtt, hogy akkor most dobjuk el az egész kapcsolatot? Vagy mi van ugye mondjuk később, ha már összeházasodtunk, hogyha nem ugyanannyi az igényszintünk? Szabad-e terhesség alatt szexelni? Szülés után mennyi idővel kell visszatérni, ugye? Ki erőltesse? Utána jön aztán a féltékenység, megcsalás, egy kis kapuzárási pánik. Aztán jön mondjuk a tényleg mondjuk a klimax, menopauza. És utána már is itt van az időskori szex, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy végigkísérik az ezzel kapcsolat félelmek, szorongás kérdések, amire azért jó lenne választ kapnunk. Záró kérdésem lesz, hogy ezekre a kérdésekre, amit ír a blúzodon, az egyféle megnyugvást tud adni, hogy elég vagyok, jó vagyok abban a testben, amelyikben épp vagyok? Igen, ezt nagyon köszönöm, ezt a kérdést, azért szeretem nagyon az ilyen mondatokat, vagy akár tehát az ilyen gondolatokat, mert hogy pont egyébként a szex terén, mert nem beszélünk, nem tudjuk, hogy mi a statisztika, és itt az előadás, amely részét azt töltötte ki, hogy figyelj, hozzám jönnek, én tudom, mi a probléma, mi végzünk nemzetközi felméréseket is, tehát nagyon sok, tehát egy amerikai professzorra rengeteg tanulmányunk van, tehát kutatások, és hogy pontosan az, hogy tudom, mi az átlag minden téren, és nyilván a barátunkkal, barátnőnkkel csak ketten vagyunk, és elmondom, hogy veled mi van, velem mi van, de ettől még nem vagyunk annyira előrébb, és pontosan ezek az ilyen teherlevevő, szorongás levevő dolgok, hogy de figyelj, ne szorongja miatt, hogy mondjuk mit tudom én, csak 12 perc az együttlét, hát az átlag az 5-6 perc. Vagy ne szorongja miatt, mert mit tudom én, akár a méretek, akár más. Akár amiatt, hogy azt gondoljuk, hogy mások állandóan együtt vannak. A heti egy, mondjuk egy tartós kapcsolatban nagyjából a szokás, erre szoktam azt mondani, hogy van a szombati együttlét, és a nagyon ügyes párok esetleg még ugye hét közepén valamit összemaszatolnak. De nyilván, hogy ezekről nem tudunk, és emiatt azt gondoljuk, hogy csak
csak mi nekünk, mi vagyunk e téren rosszak, gyengébbek, és ezért tartom fontosnak. Tehát mind az ilyen előadásokat, mind az edukálást, mind pedig tehát azt, hogy tudjuk, hogy igenis nem az a fontos, hogy statisztikáknak feleljünk meg, hanem az, hogy te meg én jól érezzük magunkat együtt. És muszáj még megkérdeznem, bár azt mondtam, hogy az utolsó lesz, hogy hát egy új világ kezdődik, vagy kezdődött már el tulajdonképpen. Mennyire vagyunk veszélyben benne? Akár ilyen szempontból, mert az embernek a része a szex tulajdonképpen. Igen. Igen, ma már azt mondhatjuk, hogy sajnos, tehát minden korban megvoltak a nehézségforrások. De ugye gyakran kapom meg, hogy jaj, hát miért mondom azt, hogy mondjuk a fiataloknak kellene erről plusz tudás, hisz mi se kaptunk, és aztán csak rájöttünk, csak megoldottuk. Igen, de nem kaptunk ennyi téves információt. Nem ömlött ennyi kezelhetetlen, extrém és rajzolt tartalom, ugye ilyen anima, hentai és egyebek, amikre bizony azt kell, hogy mondjam, sajnos már nekem is megjelent a klientúrámnál a rendelőbe, hogy bizony arra is rá tudunk kattanni és szokni, mert hogy ilyen különböző ilyen rajzolt felnőtt filmes figurák, mert hogy olyan extrémitások tudnak ott megjelenni, amire az emberi test és eltúlzott méretek nem képes, és ezért még izgalmasabb, meg még izgalmasabb, meg még izgalmasabb. Úgyhogy igen, kéne tenni ellene. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet.